Gömöri népmese. Matyas király meg a juhász. Matyas király sokat kóborolt, hogy lássa az ország baját. Egy alkalommal betévedt egy juhászhoz. Azt mondja neki: Bácsó gazda, nem volna egy kis harapnivalója? Nincs nekem, diák, de lerontom ennek a birkónak a bőrét, te meg addig nézzél tüzelő után. Úgy is volt. Matyas elment az erdőbe facerigetni, a juhász pedig nyúzta a juhot. Mikor visszaért Matyas a tüzelővel, azt mondja neki a juhász: Gyújts is meg a tüzet, öcsény, mert tűz nélkül nem lehet sütni. Na, elővette aztán a juhász a bográcsot, beletette a húst. Nagyon jó illata volt a sült húsnak. Szagolgatta is Matyas, már alig győzte kivarni, hogy elkészüljön. Mikor végre valahára megsült, hozzáfogtak az evése. Úgy került, hogy a juhász előtt volt a bográcsban egy szép darab hús. Matyasnak úgy megtetszett, annyira megkívánta, hogy oda nyújt érte a juhász elé. Ahogy nyújt érte kézzel, mert Matyas csak kézzel evett, a juhász a csillagos bicskaja nyelével akkorát koppintott az ujjára, hogy a hús kiesett a király kezéből. Azt mondja neki: Nem tisztességes a más ember orra előtt turkálni. Tanuld meg a rendét, diák. Nem szólt Matyas semmit. Mikor aztán megvacsoráztak, kezdtek beszélgetni. Kérdezi a juhász: Hova való vagy te, diák? Én Budára. Ismered-e Matyas királyt? Hát hogy ne ismerném? De szeretném egyszer még látni. Sok jót hallottam ma róla. Gyere fel akkor egyszer, öreg Budára, majd megmutatom neked. Aztán hol kereselek én téged? Ne félj semmit, csak érdeklődj bátran, majd útba igazítanak. Egyszer aztán elhatározta a juhász, hogy felmegy Budára, meglátogatja a diákot. Gondolta, talán még a királya is találkozhat tényleg. Azt mondja a feleségének: A bőrtarisznyóba tenyér belesájtott, viszem annak a diáknak, aki itt vacsorázott egyszer nálam. El is készítette az asszony a tarisznyát, a juhász pedig elindult Buda felé. Mikor felért, mondja, hogy kit keres. Be is vezették őt egyenese Matyas elé. Szegény juhász nem volt sem holt, sem eleve. Azt gondolta, hogy őt a király felakasztja, ami a kezére ütött. Kérdezi tőle Matyas: Öreg, elhoztad-e a csillagos bicskádat? El bizony, de most is hoztam. Azzal odaadta neki a sajtot. Matyas úgy tett, mintha életében még sose adott volna sajtot. Nagy örömmel szívesen fogadta. Ide hallgass, öreg! Van itt az urak között egy finnyas, aki mindig mások orra elől kapdossa el a húst. Gyere, hozzad a csillagos bicskádat! Egyél velünk, mint otthon. Majd úgy intézem, hogy előtted legyen a legszebb falat. Mikor az a finnyas úr elődbe nyúl, ő se körmére, de legalább kétszer akkora, mint akkor az enyémre. Ne félj, nem lesz semmi bajod. Úgy is volt. Ebédkor a király a juhász mellé ültette a finnyas urat. Annak nem tetszett a szomszédság. Ebbe is válogatós voltam. De a király parancsa ellen nem tehetett semmit. Ebéd közben a szolgák a juhász elé rakták a legfinomabb falatokat. A kényes út többször is elébe nyúlt a juhásznak. Egyszer aztán a juhász megfordította a csillagos bicskáját, olyat ütött az úr kezére, hogy kiesett a hús belőle. Azt kiabálta, hogy ő bizony nem tűri egy juhászszó, hogy megszégyenítse. A király csendre intette, majd így szólt: Amit a király eltűrt, eltűrheti egy magyar úr is. Ezután elbeszélte, hogyan tanította őt emberségre a juhász. Az ebéd után gazdagon megjutalmazta Matyas a juhászt. Úgy bocsátotta haza.